Nagyon-nagyon hosszú volt a felsorolás, jó estét kívánok. Már ugye a sérültek nevei, és hát ez nem azért van, mert hogy lassan mondta a mi emberünk, hanem mert tényleg ez egy hosszú lista. A döntés pedig az, hogy egy prevenciós regenerációs szakember segíti innentől kezdve a munkát? Hát azt gondolom, hogy ennél sokkal többről van szó. Tehát nyilvánvaló, hogy mi bennünket ez sokkal jobban foglalkoztat, mint mint bárki mást, és én azt gondolom, hogy ezt már nyugodtan mondhatom, hogy ez nem tegnap kezdődött ez a folyamat. Mikor kezdtek el gyanakodni, hogy ez azért nem lehet a véletlen műve? Gyanú, ez nem valami nyomozati ügy, amiről beszélünk, azt gondolom, ez a mi életünk, ezek a mi mindennapjaink. Jó, de egy után azt mondja az ember, hogy rosszul lépett, kettő után azt mondja, hogy pehje volt, három után is lehet valamit, de most a negyedik kereszt alak szakadásnál viszont már tényleg elgondolkodik azon, hogy hát az átkon kívül valami másnak is szerepet kell játszania. Azt gondolom, ez ennél sokkal összetettebb, tehát nem lehet egy okra semmiképpen visszavezetni, sem akkor, hogyha úgy összességében nézzük a, a klubot és a csapatot érintő kérdéseket, sem akkor, hogyha ha egyénenként vizsgáljuk. De azt gondolom, hogy azért nyilvánvaló, hogy valamilyen közös nevezőt azért azért találni kell, és ezek, ezek azok a, a, amik, amelyek igazából a, a, az irány szabják. Mi a Mert közös nevező? Hát mi úgy gondoljuk, hogy igazából a, a, a terhelés állhat a, a hátterében, és most a terhelés alatt két dolgot szeretném, hogyha ha értenénk és, és, tudomásul vennénk. Az egyik az ezeknek a játékosoknak az utánpótlás játékosként, tehát amikor, amikor neveljük vagy neveltük őket abban az időszakban, amilyen terhelés alá vettük őket, a másik pedig nyilván az, amit a szezon egyes időszakai ezekre a játékosokra rónak. Kezdjük talán a, a másodikkal, tehát úgy gondolom, hogy Ugye a szezon általában a meccs terhelést illetően szeptembertől májusig tart, de van ebben mondjuk három olyan időszak, ami extrán igénybe vesz a játékosokat, ez október-november, február-március, illetve mondjuk az április második fele és a, és a május első fele. A köztes időszakokban viszonylag normálisan el vannak osztva a mérkőzések, azonban itt, amikor a bajnokok ligája mérkőzéseket kell játszani, és közben le kell játszani a magyar bajnoki mérkőzéseket, akkor ez azt jelenti, hogy, hogy havonta 8 mérkőzést kell lejátszani, ez ugye ebbe a két hónapos időszakban 16 mérkőzés. Ezt mondjuk ebben az időszakban, amit, illetve ebben a szezonban az olimpiai felkészülés, illetve az olimpiai kvalifikáció márciusra még egy hét extra válogatott időszakot állított. Itt még pluszban, ugye januárra elő, előre jöttek bajnokok ligája mérkőzések, tehát ez, ez, ez még inkább megterhelő. Tehát azt gondoljuk, hogy ezt azért el lehet osztani arányosabban, lehet olyan versenyrendszert kialakítani Most Magyarországon. Most kezdeményezik Magyarországon és az Európai Kézilabda Szövetségnél is, hogy alakítsák át a versenynaptárat? Nem, nem kell, hogy kezdeményezzük, hiszen a, a Magyar Szövetség mi éppen zajlik egy egyeztetés arra vonatkozóan, hogy hogy nézzen ki a 2016-17-es bajnokságnak a versenykiírása. Én azt gondolom, hogy az is abba az irányba megy, hogy kevesebb bajnoki mérkőzés legyen egy évben, amit a csapatoknak le kell játszani. Tehát nem arról van szó, hogy arra az időszakra legyen kevesebb, amikor a BL-terhelés is nagy, hanem egyáltalán kevesebb mérkőzést kell De játszani. De hogyha egyáltalán kevesebb mérkőzést kell játszani, akkor én azt gondolom, hogy az nem sűríti be úgy a versenynaptárt, ahogyan most tehát akkor nem kell a BL időszakba minden héten, hétközben mondjuk bajnoki mérkőzést is játszani, utazással, mert ez nem csak magáról a mérkőzéstől szól, és arról, hogy ott pályára megyünk, és kétszer harminc percet lejátszunk, hanem ugye oda el kell jutni, akár magyar bajnoki mérkőzésről, akár bajnokok ligája mérkőzésről van szó. Említette, hogy az utánpótláskorban a nevelésnél is előfordulnak problémák. Ugye itt egy magyar csapatról van szó, amelynek rengeteg légiósa van, de most így, hogy ezt mondta, el is kezdtem végig gondolni, hogy a külföldiek közül hányan szenvedtek ilyen súlyos sérülést, és a magyarok közül hányan, és tényleg feltűnő az aránytalanság, mint a magyar játékosoknál ez sokkal sűrűbben fordulna elő. Ez így van sajnos, ugye én is hallgattam a felsorolást a műsor elején, igazából ugye nem hallottam minden nevet, de én mondjuk jelen a Grubisic sérülését ebbe a sorba semmiképpen nem állítanám be, hiszen ő kétszer műtött térdel érkezett, amire rásérült, ugye a norvég kapusunk Grimsbő ugyanígy járt, igazából a tércalag sérülések Eduarda, így van, Eduarda Amorin volt az, aki a, 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 magyar játékosok által elszenvedett keresztalagszakadást szenvedte el, azzal együtt, hogy neki a térdébe szinte minden Elszakadt az összes többi játékos ö, magyar. Én azt gondolom, hogy általában elmondhatjuk, hogy fiatalkorban ezeket a játékosokat ö, talán túlterheltük, terheltük, és hogyha megnézzük korsos Dorinát, aki 14 évesen a Kecskemét MB1 és felnőtt csapatában játszott rendszeresen mellette természetesen pályára lépett a klub junior és ifjúsági bajnoki mérkőzésein is. Tóth Gabriella tudjuk jól, hogy szintén jelentős terhelést kapott, de úgy gondolom ugyanez elmondható az összes játékossal, aki itt Magyarországon nevelkedett. Az és... előző adásban nem tudom, hogy nézte a végközepet, de azért én összefoglalom hogy a kedves nézőknek is azt, hogy elhangzott többektől, hogy túl vannak versenyeztetve a magyar fiatalok, ezek szerint akkor önök is erre a megállapításra jutottak, és itt egy szeptemberi nyilatkozatát figyelve, ez akkor már nem most alakult ki ez a vélemény, hanem rájöttek, hogy nem lehet ezt csinálni. Akkor mi a megoldás? Ezt, ezt, ezt szerettem volna mondani, hogy mi a nyáron, ami mögöttünk van, eldöntöttük azt, hogy változtatunk, és új koncepciót vezettünk be az utánpótlás nevelésben, ami pont azt jelentette, hogy csökkentsük a játékosoknak a terhelését, főleg a mérkőzés terhelést, de ez igaz a, a, az edzés terhelésre is, és igyekszünk a, a, az egyéni képzésre helyezni a hangsúlyt, mellette természetesen a fizikai alapokat is megadni, de a lényeg az azon van, hogy a korábbiakhoz képest, amikor egy-egy hétvégén egy játékos sokszor három mérkőzést is lejátszott, ez most gyakorlatilag egy mérkőzés időt jelent egy játékosnál. És én azt gondolom, hogy ennek látszik is a, a, a hatása, hiszen a korábbi években nagyon-nagyon jelentős számban sérültek a térdükkel az, az utánpótlás játékosaink. Most őszre elmondhatjuk, hogy nem volt egy sem. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy jó döntés volt. Ennek nyilván a hatása az majd a, 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 felnőtt kort illetően, illetve a felnőtt játékos szakaszt illetően jóval később fog jelentkezni, de azt gondolom, hogy elsőként mindenképpen ezt kellett meghúzni ahhoz, hogy, hogy kellő gondossággal járjon el a jövőt illetően. Az nem merült felőnökben fel önökben egy pillanatig sem, hogy Ambrose Martinnak is közel lehet esetleg ezekhez a sérülésekhez. Minden. Az ő általa végzett Munkának. Minden fölmerült, természetesen, ahogyan mondtam, minden lehetséges összetevőt megvizsgáltunk. Azért én... kérdezem egyébként ezt, mert hogy én utána néztem az Icsakónál két nagyon-nagyon jó játékosa, sérült meg súlyosan ám Rossz Mártinnak, ugye kettő olyan, akit Magyarországon is jól ismernek, az egyik Pena, aki a Ferencvárosban játszik, a másik pedig Ágilár, aki utána ugye az előző szezon győrben töltötte. Így van, Pena aztán kétszer a Fradiba is megsérült, tehát nyilván itt azért azt gondolom a hajlam is ebben szerepet játszik, de én azt gondolom, Vagy hogy... Vagy az első sérülés után könnyebben sérül rá másodszor? Ezt ugye az orvosok azért jelentősen cáfolják, tehát ehhez mindenképpen azt tenném hozzá, hogy Ambros ugye 2012 nyara óta dolgozik itt, kettő és fél szezont lehúzott gyakorlatilag sérülés nélkül, ugyanezzel a típusú munkával, ugyanezzel a, a, a prevencióval. Ugye amit... Szepesi szenvedett először kereszt van. a de akkor az egyedi esetnek számított a Én szezonban. azt gondolom, hogy az, az nem csak azért volt egyedi, mert egyedül volt az ivet, hanem azért is, mert egy nagyon csúnya szituációban billentették ki az egyensúlyából, és egyértelműen ugye egy, egy talajra érkezés okozta ezt a problémát, tehát én úgy gondolom, hogy az Ambros mindig is odafigyelt arra, hogy a, a terhelés és a pihenés aránya megfelelő legyen. Nyilvánvaló hogy az a terhelés, amiről az előbb beszéltünk, alapterhelés. E között edzeni kell, hiszen, hiszen mi nem a, a, januárban és februárban nem azokra a mérkőzésekre készülünk elsősorban, amelyiket hétvégén játszuk, hanem arra, hogy áprilisban és májusban a lehető legjobb állapotban legyen a társaság. Ezt föl kell építeni, ezt a munkát el kell végezni. A legegyszerűbb lenne azt mondani két BL mérkőzés között, nem edzünk, mert, mert pihenünk, de ez nem működik. Tehát ebben kell megtalálni azt az optimumot, ami egyébként úgy gondolom, hogy megtalálható, azzal, hogy kiegészítjük azokkal az intézkedésekkel, amelyeket hoztunk, és hozunk. ebbe. benne van az, igen, amit mondott, hogy egy rehabilitációs és, és erőléti edzőt alkalmazunk, de nem csak az ő személye, hanem azt gondolom, azok a, azok a mérési módszerek, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a játékosok aktuális napi állapotához alakítsuk az edzésterhelést, ezt be fogjuk vezetni, meg fogjuk valósítani. Sokkal inkább. Sokkal inkább. Én félbeszakítom, mert... de nekem ez annyira furcsa. Itt van Európa egyik legjobb, hanem legjobb női kézilabda csapata, és hogy most kezd el ezzel foglalkozni. Tehát azt a szót például, hogy nyilván hallották előtte, hogy dietetikus, pszichológus. Persze. Persze, de hát amikor én ide Rehabilitáció kerültem... Rehabilitációs szakember. Amikor én ide kerültem a klubhoz 2011 nyarán, akkor az első intézkedésem volt az, hogy dietetikussal vettük fel a kapcsolat, és ő állította össze az étrendet a játékosok számára. Csak ez, 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 ez nem úgy működik, hogy egy, egy 25 vagy egy 28 éves embert én, én megváltoztatok az étkezés és szokásait illetően, hanem ez úgy működik, hogy a, ezt a, az utánpótlás kortól, az utánpótlás neveléstől kell szintén elkezdeni, és a játékosokat rá nevelni erre az, hogy készségszinten működjön nála az, hogy mit, mikor és hogyan táplálkozik. Mi ezt elkezdtük, de ez, ez, ez nem tud beépülni, tehát ehhez, ehhez az kell, hogy tényleg azok a gyerekek azok ott legyenek, és és úgy gondolják. Ahogyan mondtam, a rehabilitáció és a, és a prevenció az, az, az egy nagyon fontos része Amnos Martin edzői tevékenységének, tehát igazából azt gondolom, hogy ezeket most kiegészítjük, továbbjavítjuk, továbbfejlesztjük olyan technikákkal, olyan lehetőségekkel, amelyeket azt gondolom, hogy ma Magyarországon nagyon-nagyon sok klub nem is ismer, nem is alkalmaz. Ezeket a legmodernebb módszereket a, a német Bundesligából, a, a futballból fogjuk idehozni, tehát én azt gondolom, ez egy, ez egy újabb innováció. Ebben fogjuk, a... tehát akkor még nincs itt, mikor lesz? Hát gyakorlatilag ez, ez a, az a, a jelen története, tehát akkor folyamatban folyamatban van. Van. ez abszolút folyamatban van. Ugye a pihenés és a munka arányát említette Ambrose Martinnal kapcsolatban, de úgy, mint aki ugye a játékosok ezen ö, dolgait meghatározza, most azért vele kapcsolatban is felvethető, hogy ő mennyit dolgozik és mennyit pihen, innentől kezdve, hogy a válogatottal is foglalkozik. Én azt gondolom, hogy ez ö, ö, olyan időszakot érint, ö, amikor ugye klubmunka ö, nem tud. Ö, működni, hiszen a játékosok a válogatottaknál vannak egy olyan klubnál, ahol amilyenek mi vagyunk, ahol gyakorlatilag az összes játékos valamilyen nemzeti válogatottnak a tagja. Ezekre a hetekre, most ez konkrétan két hét, kiürül az öltöző, és, és Ambros Martin ugye ezeket az időszakokat korábban azzal szokta tölteni, ami egyébként is egy nagyon hasznos tevékenység, hogy az utánpótlásunkban tart edzést, és a gyerekekkel foglalkozik. Most ezt most átmenetileg azt gondolom ezt fölcseréli arra, hogy részese legyen annak az összefogásnak, ami a, ami a magyar kézilabda érdekében történik most erre a négy mérkőzésre. Tehát, hogy a két élcsapat edzője fogja lemecselni ezt a négy mérkőzést. Önt keresték meg ezzel az ötlettel, vagy először Ambrose Martinnal beszéltek? Hát én azt gondolom, ez párhuzamosan történt, hiszen az egyik a másik nélkül Konferencia nem... Konferencia hívás? Ő, most nem, 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 a... Nem a, nem a hogyan ennek a lényeg, hanem a, a végeredmény. Mégis érdekel érdekelne engem, hogy ki ebben a, két, fontosabb ebben a történetben, az elnök, vagy Én azt az, a, gondolom, hogy, hogy, mind, a kettő, mind a kettő egyformán fontos. Tehát szerencsére a Kézzelabda Szövetségben a ezért a területér felelős munkatárs Győri, úgyhogy nagyon nem volt nehéz dolga abban, hogy, hogy, ezt a beszélgetést úgy összehozza, hogy egyszerre rendelkezzen válaszsal mind a két fél részéről arra vonatkozóan, hogy működhet ez a megoldás, vagy nem működhet. Amikor meghallotta, akkor nem jutott eszébe. Nyilván Ambrosz Mártinnak igen, mert hogy ő azért a spanyol futballt, amennyire tudom követi, hogy milyen lenne, ha a spanyol labdarúgó válogatottat Zidán és Luis Enrique irányítaná egyszerre, tehát a reális a Barcelona edzője? Azt gondolom, hogy rossz összehasonlítás, hiszen szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy egy átmeneti megoldás van szó. A kisebb lépték. Így van, átmeneti megoldásról van szó. Úgyhogy én, én... De hát is, mégis, a Győrnek a legnagyobb riválisa a Ferencváros, és ez fordítva is elmondható. Nem hiszem, hogy nagyon sok helyen előfordulhatna az, hogy az egységre, az együttes kiállásra, hivatkozással ilyen riválisok működjenek együtt valahol. De szerintem ez jó. Ez pozitív. Ön szerint jó? Ez pozitív. Fognak tudni együtt dolgozni? Vagy Gábor és már Márti? Hogy ne tudnának. Én úgy gondolom, hogy mind a kettő kellően intelligens és felkészült ahhoz, hogy a feladatokat úgy osszák el egymás között, hogy ebből a játékosok a lehető legtöbbet tudjanak kihozni. Nem tudom, ön mennyit látott abból egy-egy Ferencváros győrmérkőzés után, hogy a gratulációnál hogyan tudnak egymással kommunikálni, de hát itt ugye már eleve ez sem olyan könnyen megoldott. Én azt gondolom, hogy nyilván ott lesz egy, egy harmadik edző, aki, aki ha szükséges ebben segíteni fog, Siti be. A másik oldalról pedig én azt hiszem, hogy a mérkőzéseket nyilván eleg Gábor fogja meccselni, hiszen ő neki a kommunikáció nem okoz problémát. És az Ambros pedig azokat a, 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 a segítő meglátásokat, amelyeket ő lát a padról, azokat el fogja juttatni a, a, az Elek Gábor részére. Ú, hát ez nagyon érdekes helyzet. Gyakorlatilag ugye egy kétszeres bajnokok ligája győztes edző, aki már játékosként is bajnokok ligáját nyert, a segítője lesz egy másik trénernek. Nem, nem, használnám a segítője kifejezést, hiszen két egyenrangú, edző, két egyenrangú edzőről van szó. Én azt gondolom, ez egyfajta munka megosztás lesz a kettőjük között. Ezt én gondolom. Egyébként nem ültem ott azon a megbeszélésen, ahol ők ezt egymás között lefixálták, de én azt gondolom, hogy ez így tud működni, ismerve Amrost. Jó, szerintem egyébként ez egy nagyon nagy ötlet volt valakitől, hogy ők ketten irányítsák a válogatottat, és ez kifele tökéletesen eladható ilyen szempontból én értem, és ön is mosolyogva adja elő, mert tudja, hogy ez tetszik az embereknek. Nem, nem azért. Én, én, én azért <laughs> adom elő. Nem, nem, én azért elő így, mert én úgy gondolom, hogy, hogy ez mit Jó, lehetett fog. lehetett azt is hallani, hogy az egyikük majd a védekezésért, a másikuk a támadásért felelős, és akkor nem tudom, síti be a visszarendeződést intézi Nézze, meg a lerohanásokat. Ez részletkérdés. Le... Ez részlet <laughs> Ezek, jó, meglátjuk, gondolom, hogy hogy fog működni. A négy mérkőzést választad rá, ebből én úgy gondolom, mindjárt az első kettő keményebb lesz, ugye, a, a, két, két lengyel. Úgyhogy egy jó lehetőség arra, hogy hogy ezt a, ezt a fajta kooperációt, ha lehet így fogalmazni, egy Ferencváros edző, egy Győr edző és a játékosok együtt megmutassák, hogy igenis ez működőképes. A légiós korlátozás mellett teljes melszélességgel ki tud állni? Nem tudok. Nem tudok. Akkor fognak tiltakozni? Ugye nem A fogunk. terv az egyik pont az az, hogy meg lesz szabva, hogy minimum mennyi magyarnak kell pályára lépnie, a győrnél ez okozhat olykor gondot, főleg akkor, hogyha esetleg ilyen időszakot él, hogy a magyar játékosai megsérülnek. Így van. Én nem gondolom, hogy, hogy ilyen korlátozás bevezetésre kerül, mondjuk a, a, top csapatokat illetően, hiszen jól látjuk, hogy mi történik mondjuk a, a, férfi vonalon, tehát a Szeged Veszprém egymás után igazolja a külföldi játékosokat. Hát én azt gondolom, hogy nyilvánvaló értelmes kompromisszumot kell kötni, hiszen uh, vannak olyan csapatok a magyar bajnokságban, amelyek komoly nemzetközi célokért küzdenek, és azt mindenkinek látni kell, hogy ezek elérése a külföldi világsztárok nélkül nem lehetséges. Másik oldalról azzal egyetértek, hogy a külföldi, tehát a, a minőségre kellene törekedni ebben a témában is. Tehát én azt gondolom, hogyha korlátozni akarunk, akkor korlátozzunk azoknál a csapatoknál, akik mondjuk a, a, a mezőny második felében helyezkednek el. Így még nagyobb lehet a differencia viszont. És korlátozunk abban, hogy milyen játékosokat igazolunk. Tehát én azt mondanám, hogy válogatott olyan, já... olyan külföldi játékosokat igazoljunk, akik a hazájukban válogatott játékosnak számítanak. Beszélt egyébként a Szegedi és a Veszprémi vezetőkkel, hiszen e tekintetben a győrvelük egy platformon kell, hogy elhelyezkedjen? Sokat beszélgetünk, de nem alkottunk ebben platformot. Én azt gondolom, hogy nagyon sok háttérbeszélgetés volt ebben a témában, és én azt gondolom, hogy a a Kézelődő szövetség egy olyan felelős döntést hoz majd, amely megfelel mind ezeknek a csapatoknak az érdekeinek, amit, amikről beszéltünk, és megfelel annak, hogy igazából a magyar kézlabda fejlődni tudjon, és a fiatal magyar játékosok kapjanak MB1-es játék lehetőséget. Most ebből, amit elmond, ugye nem alkotnak közös platformot, nem fognak együtt kiállni, de ugyanazok az érdekek, tehát ha szóba kerül, akkor nyilván ugyanazokat tudják önök is elmondani, meg, ha, ha, ha is meg, kérdez, meg a ezt a Ha megkérdeznek, igen, ö, egyébként... Öt az megkérdezik? Nincs ott az elnökségben, nem, ugye az mert előzőben ott volt. Nem vagyok ott, de azt gondolom, hogy sok informális beszélgetést folytatunk az elnökkel, a főtitkárral és az alelnökkel. Tehát én úgy gondolom, hogy ismerik a véleményemet, én ismerem a, a, az övékét, tehát én ez alapján mondom, hogy bízom abban, hogy felelős döntés születik. Egyébként szeretnék rávilágítani arra, hogy hogy a fiatal játékosoknak a, 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 az MB1-ben történő szerepeltetése az számunkra egyáltalán nem idegen, hiszen negyedik szezon óta működtetjük azt a, azt a modellt, hogyha lehet így fogalmazni, amelyben a legtehetségesebb ifjúság és junior játékosainkat az MB1-be játszatjuk, Tehát azt gondolom, hogy ez ugyanaz, mint amit a szövetség szeretne, tehát mi ebben abszolút partnerek vagyunk, azon túl hogy a top csapatunkban rengeteg ö, ö, minőségi játékos játszik, azon túl. Légiós játékos itt ez a is, is, Igen. is, de azért a, a magyar válogatottban a a is adunk majd kilenc játékost, hogyha a sérültjeink föl, fölépülnek, tehát ezt azért ne felejtsük el, és hét saját nevelésű játékosunk van így is a keretben, De a lényeg, hogy a. a most Moson Magyaróvári színekben szereplő második csapatunkban, pedig gyakorlatilag egy csapatra való fiatal játékost, junior és, és ifjúsági válogatott játékos nevelünk a magyar kézilabdának. És még megjegyezném, hogy most a magyar bajnokság, a magyar női bajnokságban 49 győri nevelésű kézilabdázó játszik. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon ez tekintélyes szám, és én azt gondolom, hogy e mögé a szám mögé nyugodtan oda lehet állni, és ezt föl lehet vállalni. Én meg nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és felvállalta mindazt, amit elmondott, mi pedig pillanatokon belül kézilabdával is folytatjuk.